Köszöntök mindenkit sok szeretettel itt a METU-n, a kurátori praxisok beszélgetés sorozatunk második évadának második alkalmán. Erős Nikolett a mai vendégem, a Budapest Galéria vezetője és az OFF-Biennale csapatának oszlopos tagja, a kurátor és művészettörténész, és mindig szoktam egy felvezetőt mondani, ez általában nagyon hasonló, most egy kicsit ki fogom egészíteni. Ugye ennek az egész beszélgetés sorozatnak az a célja, hogy képet kapjunk arról, hogy a rendszerváltás után a különböző kurátori praxisok hogyan alakultak Magyarországon, és azok az emberek, akik különböző módon meghatározták a magyar intézményrendszert, ők hogyan jutottak el a saját karrierívjükben A-ból B-be, és azon keresztül C-be. És amikor ezt kitaláltam, akkor az lebegett a szemem előtt, hogy amikor én egyetemista voltam, akkor mennyire örültem volna egy ilyen beszélgetés sorozatnak, és most, hogy nem vagyok már egyetemista, most is örülök neki, mert nekem is nagyon tanulságos ez az egész. És amikor a Bencsik Barnabással beszélgettünk, akkor egy ilyen viccesnek számva egy ilyen Christopher Nolan ívre akartam felhúzni a beszélgetést, ami végül is sikerült is, de aztán többen visszajelezték, hogy így elvesztek ők is az idővonalba. Ezért volt igazán Nolanes, mert néha a tenetese lehet annyira könnyen érteni. És most is egy ilyen filmes hasonlattal, nem is a filmekhez kapcsolódó hasonlattal indítanék, mert kicsit előbb érkeztem, és akkor elkezdtem YouTube-on nézni egy olyan channelt, ami Closet Pick a neve, és különböző rendezők meg színészek egy ilyen nagyon kis terembe lépnek bele, ahol körbe-körbe DVD-k vannak, és akkor mindenki választ valami filmet, amihez ő tud kapcsolódni, és hogy miért fontos neki az a film, és miért ajánlja másoknak. És most egy kicsit ilyen lesz ez a mai beszélgetés, csak Erős Nikolett saját kurátor pick klasszikjében leszünk, és vele járjuk körbe az ő munkásságához kapcsolódó projekteket és intézményeket. De nem akarok senkit megriasztani, maradunk most a normális időrendnél, szóval az elejétől fogjuk kezdeni, és a végén fogjuk befejezni. Éppen ezért azt hiszem, hogy kezdjük az egyetemmel, ugye az ELTE művészettörténet szakán végeztél, és ennek a beszélgetéssorozatnak nagyon sok más részevő is ugye az ELTE-re járt műtöri szakra. Ebből is látszik, hogy igazából nagyon komoly a utánpótlás képzője volt a magyar művészettörténészeknek és kurátoroknak, és mindig ezt teszem fel kérdésnek azokhoz az emberekhez, akik oda jártak, hogy kerültek kapcsolatba a kortárs képzőművészettel, mert talán nem feltétlenül annyira egyértelmű az, meg nem feltétlenül a kortárs képzőművészet volt és van ott a fókuszban. Jó estét kívánunk, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és amellett, hogy neked jó, meg nekünk jó, nekem is ez egy különleges alkalom, mert amikor a Tomival előkészítő beszélgetést tartottunk, akkor jöttem rá, hogy milyen kevés olyan alkalom van, hogy az ember így kontextusában, vagy a saját munkájának a kontextusában végignézi az eddigi tevékenységét, és rengeteg olyan analógiát, vagy érdekességet, ellenpontot láttam a saját pályámon is, amire egyébként a hétköznapi gyakorlati szinten nem reflektálok. Úgyhogy nagyon köszönöm ezt a lehetőséget. Arra gondoltam, hogy DVD-kről fogunk beszélgetni, és Christopher Nolan, Memento, de fölírom a jegyzeteimet. Szóval igen, szóval hogy ez egy szükségszerűség, és egy alapvetően egy ilyen hiánygazdaság, ami ott a műtöri tanszéken kialakult, mert ugye nem olyan nagyon meghatározó része a kortárs művészet az oktatásnak, legalábbis abban az időben, amikor oda jártam, semmiképpen sem volt az, de nyilván benne éltünk egy korban, tehát hogy kijöttünk az órára, amiben sok mindenről volt szó, kortárs művészetről kevésbé, és aztán elmentünk a különböző kiállítás megnyitókra, meg helyszínekre. Tehát hogy egyszerűen úgy kerültem a kortárs művészet közelébe, ahogy sok mindenki más is, tehát hogy egyszerűen a hétköznapi életfonalát felvéve,
Akkor még szó sem volt arról, hogy kurátorság, tehát hogy az egy tájékozódás volt, meg a kortársaimmal egy kapcsolódás. Szóval nagyon sok más kollégához hasonlóan én is így a gyakorlatból tanultam meg mindazt, amit tudok, tehát hogy ilyen kifejezett képzésen nem vettem részt, hanem egyszerűen elkezdtem dolgozni, és a különböző munkáim, munkahelyeim kapcsán vettem fel ezt a fonalat. És mik voltak azok a helyek akkor, ami ilyen értelemszerűen adódott nektek, hogy akkor óra után ide megyünk megnyitóra, és esetleg voltak-e olyan projektek, vagy művészek, akiknek a munkássága ebbe a kortárs irányba terelt? Hát a számomra ilyen orientációs pontként volt akkor jelen a Stúdiógaléria, a műcsarnok, akkor egészen más pozíciót foglalt el a kortársművészeti mezőben, mint most, és a Kortársművészeti Intézet Dunaújvárosba. Akkor volt az az idő, hogy a Szoboszlai János és a Páldi Lívia voltak akkor a tandemben az igazgatói, és akkor láttam, hogy helyi szinten beágyazott, de a kortársművészetet egy nemzetközi kontextusba láttató projekteket is lehet akár Dunaújvárosba is csinálni. Úgyhogy ezek voltak azok a meghatározó helyek, ahova úgy rendszeresen meg sokat jártunk, és aztán igazából amilyen munkákba én magam bekerültem, azok lettek aztán valamelyest ilyen iránymutatók ebbe, illetve hát azok a kollégák, akik akkor nálam jártasabbak voltak ezen a területen, és akkor őket kellett figyelni. Illetve bocsánat, azt még hadd tegyem hozzá, hogy az is fontos volt, hogy mi milyen helyekre jártunk, és de aztán lassan annak a gyakorlata is kialakult, hogy az ember elmegy külföldre is, és akkor nem feltétlenül nagy múzeumokat néz klasszikus gyűjteményekkel, hanem akkor a kortárs helyeket keresi fel, illetve megnézi azokat a periódikus rendezvényeket, mint a különböző biennálék, és akkor azok jelentették igazából az orientációs pontot. És van olyan külföldi élményed ebből az időszakból, amire emlékszel a mai napig, és fontos volt? Hát esetleg igazából akkor minden fontos volt, tehát akkor a Velencei Biennálé épp olyan fontos volt, mint mondjuk egy isztambuli biennálé. Akkor az isztambuli biennálék például, arra emlékszem, hogy nagyon meghatározóak voltak, nagyon kísérletező jellegűek, olyan léptékű, ami befogadható, de nem feldolgozhatatlan. Szóval számomra azt hiszem, hogy Isztambul volt az, ahol ezt először láttam, hogy hogyan tud jól működni egy biennálé. Ez tök jó. Említetted azt, hogy nem tanultad a kurátorságot, hanem igazából a gyakorlás közben lested el ennek a szakmának a fortéjait, és mindig ilyenkor, hogyha vannak hallgatók a közönségben, akkor mindig rájuk nézek, és akkor elmondom, hogy megnyugszom, hogy én is ezt magyarázom nekik folyamatosan, és akkor jaj, de jó, hogy más is elmondja, hogy valóban fontos csinálni ahhoz, hogy az ember rájöjjön arra, hogy működik ez a szakma, és te igazából ennek a szakmának az alapjait, hogyha nem túlzok, akkor a C3 galériájában sajátítottad el, vagy az volt az első olyan terep, ahol volt lehetőséged rálátni arra, hogy épül fel egy kiállítás, és milyen projektek jönnek létre. Ez ugye 2000-től van. Igen, egyrészt a C3-ban dolgoztam, ami akkor nagyon intenzíven foglalkozott intermediális művészettel, és akkor ott a galériát, amit akkoriban a Mély Józsi vezetett, ő volt a kurátora. Tehát a galéria tevékenységébe a Józsi koncepciója mentén láttam bele, illetve időben, tehát hasonló időben történt az, hogy az FKS-e is egy ilyen erős gyűjtőpont volt, csak ugye ott ez a szakmai vezetettség, ez kevésbé volt fontos, mert még a C3-ban volt egy viszonylag
klasszikus felépítettség. Az FKSE-be, ahol egy idő után vezetőségi tag lettem, és akkor még a Kipira utcai galéria az FKSE-hez tartozott. Na, ott aztán el lehetett kezdeni kiállításokat csinálni az adott művészekkel, és az például egy olyan fajta tanulási terep volt, ahol senki nem mondta meg, hogy hogyan kellene jól csinálni, csak elkezdtük, és akkor valami lett. Szóval, hogy ez együtt zajlott azzal a kicsit behatároltabb intézményi munkával, ami a C3-ba zajlott, ami meg azért volt szuper érdekes, mert minden, amit én az egyetemen megtanultam, mondjuk gyűjteményekről, azt ott adaptálni kellett egy olyan kontextusra, ahol a művek azok adott esetben immateriális dolgok voltak, vagy pedig kódokból épültek fel, vagy pedig videó vagy film archívumok képezték a testét, tehát hogy nagyon gyorsan kellett a klasszikus tudást valahogy upgrade-elni. És ez nagyon jó volt, mert viszonylag kevés kapaszkodóval, de azért dinamikusan haladtunk. Akkor egy igazi mélyvíz volt tulajdonképpen. Igen, mélyvíz, de mondom, pont annyi segítséget azért kaptam, hogy ne legyek elveszve ebbe. Azon kívül a C3-nak nagyon jó nemzetközi networkje volt, és lehetett menni, nézni különböző médiaintézeteket, hogy ők hogyan csinálják, és hát az számomra egy fantasztikus dolog volt, akár egy transmediálé, vagy akár az Ars Electronica Linzbe. Nem mondom, hogy minden részletébe fel tudtam dolgozni, amit ott láttam, de az, hogy hogyan mozgósítható az a tudás, ami nekem volt, vagy majdnem volt, egy egészen más terepen, arra nagyon izgalmas volt. Számomra nagyon érdekes volt ez a C3 galéria, mert hogy én nem, amíg nem ültünk le erről beszélgetni, nem is tudtam a létezéséről, szóval, hogy én magam is tanultam, és akkor magamban ezt úgy fordítottam le, hogy valószínűleg ahhoz hasonló lehetett, mint mondjuk később a Labor Galéria, ugye a Képír utcában, ami az FKSE-nek, a C3-nak és a képzőnek volt egy ilyen kísérletező kiállítótere, ahol leginkább ilyen pop-up-szerű kiállítások voltak. Csak gondolom a C3 miatt egy nagyon erős technikai fókusszal, nem valami hasonló. Igen, technikai fókusz az volt, de ez nem volt kizárólagos, és ami nagyon jó volt megélni ott a C3-ban, hogy ilyen projektalapú kiállítások voltak, tehát hogy hosszú felkészülési, kutatási idő előzött meg minden kiállítást. Tehát volt úgy, hogy hosszú hónapokig mondjuk nem volt éppen semmi a galériában, mert egy olyan hosszas előkészület előzte meg a kiállítást, hogy ott napi szinten zajlott a kísérletezés. Szóval úgyhogy akkor azt láttam, hogy igazából ez a kiállításgyártás, amikor egy kiállítóhely úgy működik, hogy havonta, két havonta csinál egy kiállítást, hogy annak van az a fajta alternatívája, ami ott a helyszínen kifejlesztett, tényleg nagy volt a tétje, mert gyakorlatilag mintanélküli megoldások születtek akkor, és azért jó, hogy ott volt egy erős ilyen technológiai megalapozottság vagy háttér, de gyakorlatilag ez a kísérletező, kutató attitűd az, hogy téteket vállal egy kiállítás, és nem mondjuk készanyagot mutat be, azért az nagyon felszabadító volt látni. És akkor elérkezünk 2006-hoz és a Trafú Galériához, amit minden alkalommal, amikor itt van egy vendég, aki kapcsolódik valamilyen szempontból a Trafóhoz, vagy kapcsolódott, akkor mindig elmondom, hogy én mennyire tisztelem azt, hogy kb. A Trafó az egyetlen olyan közép vagy nagy intézmény Magyarországon, ami mondjuk egy 25 éves távlatban ugyanazon a szakmai, magas szakmai színvonalon és regionálisan is értelmezhető módon működött, és kíváncsi vagyok arra, hogy amikor jött ez a lehetőség, egyébként azt sem tudom, hogy ez pályázat útján, vagy meghívás útján kerültél oda, hogy milyen elképzeléseid voltak, szóval hogy láttad a Trafónak azt a jövőjét, amit lényegében te alakítottál, milyen vízióid voltak ennek kapcsán?
Pályázni kellett, ez akkor történt, amikor az addigi kurátor, a Somogyi Hajnak egy amerikai ösztöndíj kapcsán elhagyta a trafót, és akkor az ő pozíciója került megpályáztatásra, és hát oda is valamiféle vízióval kellett pályázni, de amint ezt neked a múltkor elmondtam, hogy azért az nem, tehát az akkori trafó vízió az nagyon különbözött attól egyébként, amit aztán a trafós kurátorként végül csináltam, mert egyrészt már akkor éreztem azt a fajta erős szakmai kontinuitást, ami akkor ott a Bencsik Barna és a Hajninak a munkássága megalapozott, tehát már akkor lehetett valamire támaszkodni. És nyilván én azért is mentem a Trafó galériába, mert nagyon szerettem a Trafó galériának azt az elkötelezett és a különböző társadalmi ügyeket bemutató és ilyen projekt alapú gondolkodását, ami a Hajni tevékenysége kapcsán ott már látható volt, tehát ehhez abszolút tudtam kapcsolódni, mint ahogy ahhoz a regionális fókuszhoz is, ami a mai napig jelen van a Trafóban, a nemzetköziségén túl azért érezhető egy erős a régióra szegezett figyelem. Alapvetően én nem akartam nagyon más csinálni, mint ami ott már jó talajt talált, tehát hogy nemzetközi és magyar koprodukciókba új művek létrehozásával olyan témákat felvetni, amelyek erősen kötődnek ahhoz a valósághoz, amelyben élünk. Szóval hogy az nagyon fontos volt, hogy a művészetnek az eszképista értelmezésével szembe egy olyan fajta ilyen valóság alapú művészetet láttam én is a Trafóba, és ezt akartam továbbra is ott tartani, amelyek segítettek abba, hogy egy ilyen kritikai szemlélettel értelmezzük a jelenünket. Alapvetően ez történt aztán nagyon sokáig, vagy amíg én ott voltam, addig mindenképpen. Az a szép a Trafóba, hogy ez az általad is említett megbízható szakmai színvonal, ez úgy valósul meg, hogy azért mindenki viszi azt, ami a sajátja, és azért ezek nagyon különböző érdeklődések, tehát most már, ha végignézzük ezeket az évtizedeket, akkor azt látjuk, hogy ilyen töretlen minőséggel, de azért finom elmozdulásokkal zajlik ez, és mégis azt lehet mondani, hogy bár mikor érdemes elmenni a Trafóba. Ami érdekes volt, és számomra ez egy fontos kihívás volt, azt hiszem mindenkinek az, hogy a Trafónak ezt nagyon határozott, a performatív művészetekhez kötődő imázsát, ezt így egy kicsit bővíteni a kortárs képzőművészettel. Ugye azért a közönség nagy részben a Trafónak a színházi, táncos, zenei vonulatát ismeri jobban, és azért az egy nagyon komoly kihívás a galériát úgy működtetni, hogy az mindig látható maradjon a Trafó egyéb programjai mellett. Most elérkeztünk az izgalmas részhez, eddig is izgalmas rész volt, de beszéljünk egy kicsit a kiállításokról, ha már így itt vagyunk. És ugye több elég fontos tárlat is megvalósult ezekben az években, és hogy megnézem csak a 2008-at, ahol három olyan névnek volt egyéni kiállítása, ami a MÁ-ból egy kicsit ilyen science fiction-szerűnek hangzik, hogy egyszerre Artur Zmijewski, utánom Leden Stilinovics, és legelőször talán Joanna Rajkowska volt, szóval, hogyha ezekről a tárlatokról egy kicsit beszélnél, hogy egyáltalán hogy tudtad megszólítani ezeket a művészeket, amik később egyébként össze is kötődnek, nyilván a Stilinovics, meg majd később a Joanna Friedman miatt a Ludwigos tevékenységeddel is, de hogy nézett ez ki? Az az igazság, hogy több olyan sikeres kiállítás valósult meg a Trafóba, ami az akkori énemnek a félelem nélküliségét tükrözte.
ezt a fajta, hogy mondjam, bátorságot, vagy vakmerőséget, ez sokszor az adta, hogy szinte én magam se tudtam pontosan, hogy milyen nagy embereket szólítok meg, és azzal a nyugalommal és bizodalommal fordultam oda a leg... Hát akkor, hát ez azért, tehát hogy azt gondolom inkább, hogy európai szinten ismert művészek, ami nem, tehát hogy mondjam, én nem szorongtam sokat azon, hogy most akkor jönnek, vagy nem jönnek, és mindenki jött, egy kivétellel mindenki jött, mert hogy látták valahogy a trafónak a lendületét, nagyon jók voltak azért a referenciák, tehát itt nem arról volt szó, hogy itt egy ismeretlen galériát kellett eladni, nagyon jók voltak a referenciák, és igazából a magabiztosságom az nem a szakmai tudásomra épült ekkoriban, hanem abban a hit, arra a hitre, hogy itt ezt meg lehet csinálni. És Joanna Rajkowska, tehát, és a másik fontos dolog az, hogy azért egyik projekt hozza a másikat. Én először a Joanna Rajkowskával ismerkedtem meg, aki itt volt egy rezidencia programon, és aki egyszer egy ilyen baráti beszélgetésnél egy teljesen őrült ötletet elmesélt ott több embernek, hogy hát ez milyen jó lenne egy ilyen projektet itt megcsinálni. És akkor az volt, hogy de tulajdonképpen, ha nem a trafóba, akkor hol? És egy ilyen, tényleg egy ilyen kocsmai beszélgetésből jött az a hosszú elköteleződés, ami tulajdonképpen a mai napig megvan a Joannával, hogy követtem a munkásságát. Dolgoztunk együtt ezen a Légitársaság című projekten, ami csak két mondatban igazából arról szólt, hogy amikor ő itt töltött egy pár hónapot Budapesten, akkor kezdett a Magyar Gárda először masírozni. És őt ez olyan mértékben megrázta, meg felkeltette a kíváncsiságát, hogy ez hogy lehet, ugye ezt a fajta nyílt fasisztoid jelenlétet a köztérbe, ezt kevés országban lehetett akkor is már így véghez vinni. És akkor nagyon elkezdte érdekelni ezek a szélsőjobbos csoportok, és az ő ellenségképüket kezdte vizsgálni, hogy ki számít számukra ellenségnek, és hogy milyen támogatást tudhatnak maguk mögött. És összeállított egy csapatot, akik a csapat tagjait azok az emberek alkották, akik a Magyar Gárdának és a Jobbiknak a kiemelt ellenségei voltak a magyar társadalomban, és ezt a csapatot egy ilyen mikrotársadalomba beszuszakolta, ez a mikrotársadalom fizikailag pedig egy repülőgépen valósult meg. Tehát felszálltunk Budapest felé egy olyan társasággal, akik között volt egy meleg srác, volt deklaráltan zsidó tag, volt itt élő bevándorló, volt leszbikus feminista, volt roma, szóval, hogy több ilyen tizenpáran lehettek, és akkor, hogy valami beszédhelyzet kialakuljon, meghívta a Jobbiknak és a Magyar Gárdának is egy-egy képviselőjét. És hát ez egy nagyon-nagyon hosszú és nagyon ellentmondásos, tényleg ilyen viharos folyamat volt, hogy hogyan kezdeményezzem valamiféle diskurzust olyan emberekkel, akik ezt a megfélemlítettséget napi szinten tapasztalják, illetve azokkal, akik ezt a megfélemlítést gyakorolják. És hogy tulajdonképpen ezt az összezártságot, ami az egy országban élést jelenti, ezt hogyan tudja megvalósítani egy ilyen modellhelyzetben, mint ez a repülőút. És hát ez is egy hosszú és nagyon tanulságos projekt volt, mert itt a résztvevőket ugye egyenként kasztingoltuk, mindenki, nem csak az volt a fontos, hogy megtaláljuk ezeket az embereket, de hogy ők
félelem nélkül önmagukat képviselni tudják ebben a projektben, és szeressék ezt a projektet, akarjanak benne részt venni úgy, hogy tulajdonképpen valahol reprodukálja azokat a félelmeket, amikkel ők a hétköznapokban is küzdenek. Ekkor éreztem először, hogy ez a kurátorságnak valami nagyon gazdag terepe, amikor nem csak bemutatunk, hanem felépítünk egy projektet. És a Joannával való munka, én tudtam, hogy ők a Zsmijevszkivel nagyon jó barátok, tehát hogy az már egy, hogy mondjam, ez egy picit előkészített terep volt, és akkor volt az a dokumenta, amin a Zsmijevszki is szerepelt, és amikor én elmentem a dokumentára, és megláttam ott az ő műveit, akkor azt éreztem, hogy hát akkor ő kellene lenni a következőnek, és megkerestem, és nagyon nyitott volt, és nagyon kedves, és akkor még nem is adta le a drótot a Joanna, hogy a trafó kósere vagy sem, hanem ez így teljesen jól működött, pedig egy dokumenta után nagyon sok megkeresést kapnak. De valahogy tehát a Kelet-Európa, az Artúr kifejezetten előnybe részesítette a kelet-európai meghívásokat. És akkor vele csináltunk egy egyéni kiállítást a trafóba, a Mladen Stilinovics pedig szintén ilyen ismerettségi körökön keresztül jutottam el hozzá. Tehát, hogy egyszerűen írtam neki egy levelet, hogy nagyon szívesen meglátogatnám Zágrábba, és ő pont az az ember volt, aki azt mondta, hogy miért ne. És aztán ebből is egy hosszú kapcsolat lett, és ugye a Ludwig Múzeumban, amikor a kiállítása volt, akkor már ilyen visszajáró ismerősként találkoztunk. Szóval nem volt akkor, én azt gondolom, hogy aztán később, ahogy egyre több szakmaiság került a munkánkba, egyre több szorongás is került bele, hogy kit szabad és kit nem szabad, és hogyan lehet valakit megszólítani. Tulajdonképpen azokban az években ez sokkal organikusabban történt. Arra emlékszem, hogy Zsmijevszkitől milyen munkák voltak? Nagyjából. Emlékszem nagyjából, de a kamera előtt nem mondom el az egész listát. Jó, nem csak az. Az akkoriban ő ugye nagyon, tehát akkor nagyon erőteljesen a holokauszt túlélőkkel, illetve a különböző testi kihívásokkal élő emberekkel foglalkozott. Tehát akkor kevésbé volt még ezek a nagyon politikus és politikai és az aktivizmus felé hajló munkássága, ami aztán később, amikor ők csinálták a Berlin Biennálét, akkor már egy ilyen nagyon határozott formát öltött, tehát hogy akkor ez a, hát ugye két ilyen, vagy több ilyen enigmatikus, vagy emblematikus munkája volt, az egyik az auschwitzi szám újra tetoválása, a másik pedig ő többször foglalkozott ugye azzal, hogy az egyenruha az milyen hatalmi eszközként szerepel, és az hogyan bontható le, meg vissza. Akkor van ez a katona, ezek a mesztelen katonás munkája, illetve azok a mozgásukban korlátozott és épp testű embereknek a együttműködése, ahol az épp emberek gyakorlatilag kiegészítik, vagy így kvázi fölajánlják a különböző testrészeiket a hiány szenvedő társaiknak. Szóval, hogy azok is ilyen nagyon konfliktusos dolgok voltak, mert ugye ezek mind olyan érzékeny területét érintik a társadalmi konvencióknak, amiben ő nagyon-nagyon belemasírozik. És emlékszem, ez például nagyon jó volt a trafóba, hogy mindent megbeszéltünk, már mint a nagy trafóstábbal, és mindig érezhettem az intézmény támogatását minden pillanatban. Tehát amikor eljöttek a Joanna valamelyik eseményére
a gárdisták bőrögtetni a motort, akkor is, akkor se kellett azt érezni, hogy ez most itt nem több, mint egy erődemonstráció, de hogy mi itt jó helyen vagyunk, és tudjuk, hogy mit akarunk ezzel a projekttel elmondani. Tehát azért az nagyon fontos, hogy én ezeket nem olyan értelemben kitett, független kurátorként csináltam, hogy tudtam egy biztos támogató hátteret magam mögött, amit az intézmény, és hát különösen bizonyos kollégáknak a támogatása jelentett. A Rajkovszkinak a légitársasága azt hiszem, hogy ilyen nagyon szépen kapcsolódik a Zsmijevszkihez is, abban a szempontból, hogy a Zsmijevszkinek volt akkoriban, talán kicsit később egy olyan projektje, ami címére nem emlékszem már, de ugyan nagyon hasonló módon csak a lengyel társadalom négy részét kérte fel arra, hogy egy workshop sorozaton keresztül dolgozzák fel, hogy mit gondolnak Lengyelországról, és akkor ott azért ő szította is a feszültséget, és akkor ott egymás zászlóját meg is rongálták, meg nagyon izgalmas dinamika alakult ki, illetve még csak a Berlinálé kapcsán a Gulyás Marciék, mint ha jól emlékszem, akkor a Gulyás Marciék még krétakörként szerveztek egy buszutat a Berlinálére, és valami hasonló gondolat volt bennük, és pont ezen gondolkodtam, hogy mennyire morbid, hogy egyfelől mennyire morbid és gyönyörű ez a kurátori szakma, hogy elképzelem, hogy nekem a te helyedbe én felhívni embereket, hogy figyú, leszel vállaltan zsidó egy repülőgépen ilyen különböző jobbikosokkal, meg nem tudom, az kell nekem egy feminista, ráérsz? Szóval, ez is úgy volt, hogy az emberek egymást hozták, tehát hogy nem kellett hirdetést feladni, hanem volt, aki önként jelentkezett, mert hallotta, hogy ez a projekt zajlik. Hát az volt a legszebb, amikor valaki bekopogtatott, hogy ő szívesen felülne erre a repülőre. Zsmijevszkire visszatérve, hogy azok a munkái, amikből a trafóban a kiállítást csináltuk, azok érezhetően ezek még a provokációjuk mellett is egy nagyon poétikus vonalat képviselő munkák voltak, a korai Zsmijevszki. Én azokhoz jobban tudtam kötődni, mint aztán ez a Lengyelország szép szétszabdalása projekt, mert azok is nagyon tanulságosak voltak, de valahogy azt éreztem, hogy az a fajta művészeti plusz, amit ő belevisz, az számomra megkapóbb a korai munkái esetében. És akkor még mielőtt a Jona Friedmanra rátérnénk, egy csoportos kiállítást említsünk meg, a Vákumzajt, ami 2009-ben volt, és a munka fogalmának változása így a kapitalista társadalmokon belül valami hasonló. Hát a munka hőse volt ott igazából a célszemély. És a TGM nyitotta meg, ugye? Igen, ez egy nagyon különleges kiállítás volt egyrészt, mert nagyon szép, szintén nagyon költői, tehát úgy politikus, hogy nagyon költői munkák szerepeltek rajta, és több olyan fontos pont is volt abban a kiállításban, ami számomra is nagyon fontossá vált, illetve ami a művészek számára is. Ami számomra fontos volt, hogy ennek kapcsán kerestem meg Harun Farokit, aki szintén úgy jött, hogy hát ő akkor azért már nagyon-nagyon nagy sztár volt, és hozzá is be lehetett jelentkezni a berlini stúdióba úgy, hogy ő még nem is hallott a trafóról, és nagyon kedves volt, és gyakorlatilag megkérdezte, hogy mit szeretnék, én elmondtam, hogy mit szeretnék, és beszélgettünk, és aztán ő gyakorlatilag, ami én hiányos kurátori tudásomat ő egészítette ki azzal, hogy én elmondtam, hogy milyen dolgokba keresek, és akkor ő még több munkát is ajánlott, mint ami iránt én kezdetben érdeklődtem, tehát egy ilyen igazi szuper stúdióvizit volt, és nagyon örülök, hogy őt is elcsíptem még. Illetve hát erre a kiállításra készült a Csákány Istvánnak aztán később egy ilyen számomra is, meg azt hiszem, hogy az István életművében is egy nagyon meghatározó, egy betonszobor, ami a munkás hűlt helyét ábrázolta.
ezt a trafó felkérésére, vagy a kiállítás felkérésére készítette egy régi dédelgetett álma volt, őrizgetett egy fotót, ami a tűzoltó, egy tűzoltó egyenruhát, vagy nem egyenruhát, egy ilyen bevetési ruhát mutatott, egy székre dobott kabátot, kifordítva, azért kifordítva, mert úgy kell elhelyezni a kabátot, hogyha akció van, akkor csak így bele tudjanak slisszanni, és gyakorlatilag ezt a bevetésre váró tűzoltó ruházatot csináltam meg betonból, ami hát egy ilyen nagyon szép metaforája lett annak a helynek, vagy annak a várakozó helyzetnek, ahogy a munkást várja a hőssé válás lehetősége egy olyan korban, amikor már minden csak nem hős. És ez nem volt egy olyan szinten összetett projekt, mint az előbb említettek, de egy olyan fontos projekt volt egyrészt ez a munkás szerepnek a kidolgozása szempontjából a kiállításban nagyon fontos pozíció volt ennek a szobornak, és hát aztán ez is egy olyan érdekes megnyitóvá alakult, hogy igen, a Tamás Gáspár Miklóst kértem meg megnyitni a kiállítást, és hát akkoriban még voltak olyanok, hogy így random híres kurátorok bejöttek különböző megnyitókra a városba, és hát nekünk akkor ott egy olyan mázlink volt, hogy a részben a Csörgő Attila, részben az ACAX akkori működésének a folyamányaként random be toppant a Karolin Krisztóf Bakárgyiev, aki a következő dokumentának volt a kurátora, akkor még nem volt nyilvános, hogy ő lesz, azt hiszem. Tehát akkor még nem mindenki tudta, hogy milyen nagy emberrel osztjuk meg azt a teret, és hát nagyon tetszett neki a TGM-nek a megnyitó beszéde, és nagyon tetszett neki az Istvánnak a szobra is, és akkor erre rá lehetett erre az érdeklődésre építeni, és akkor ennek folyamányaképpen a következő dokumentán a Csákány István kapott egy meghívást egy sokkal nagyobb léptékű installáció elkészítésére. Tehát, hogy ez azért szeretem ezt a történetet, mert ez mutatta meg számomra többek között azt, hogy milyen egy jól működő intézményrendszer. Tehát, hogy hogy ezek nem véletlenek voltak, bár most egy kicsit úgy meséltem, mint hogyha, de hát ezek előkészített dolgok voltak, ilyen, amikor mindenki dolgozik. Amikor mi csináljuk a kiállítást, az ACAX csinálja a rezidencia programot, egyszerűen van olyan élet a városban, hogy baráti látogatásokra eljönnek kurátorok, mert tudják, hogy akad itt látnivaló, és hogy ez a látnivaló, ez megközelíthető. Tehát, hogy vannak helyek, ahol ezekkel lehet találkozni, és most is nagyon sok, nagyon fontos és izgalmas dolog zajlik a városban, csak a megközelíthetőségük azok már csak egy bizonyos kör számára adott. Tehát már nem lehet csak úgy benyitni egy kiállítás megnyitóra véletlenszerűen, mert annyira összeszűkült a kortárs művészet, a kritikai kortárs művészet tereinek a száma, hogy gyakorlatilag mindenki árgus szemekkel figyeli azt a négy helyet, ahol zajlik valami. Tehát, hogy ez ahogy ezek a munkák megszülettek, ahogy aztán elindultak, és ahogy egy egészen más léptéket öltöttek, aztán a művészekkel való együttműködések, számomra ezt mutatta meg azt, hogy itt most mindenki jó helyen van, és jól csinálja azt, amit csinál. Jó tudni, hogy volt olyan, hogy jókor, jó helyen, jó időben. Ez most már ritkábban alakul így, de azt hiszem, hogy mindent elmondta, és nem tudom szaporítani ezt a szót. A sóhajnál kellett volna abba hagynom, azt hiszem, ennek a kommentálását. Ezek az együttműködések, ezek mai napig működnek, tehát hogy az intézmények azok kiebb húzódtak belőlük, különböző okoknál fogva, de hogy tulajdonképpen az, hogy a szakmából, és mondjuk így a szakma alatt én mondjuk a civil szférát is hozzá tenném, tehát hogy ezek az együttműködések, ezek aktívak, csak ugye lényegesen nehezítette pályán zajlanak. Elvesztette intézményrendszer jellegét.
És akkor Jona Friedman, aki egy híres magyar-svájci származású építész, igazából az ő személye nagyon szépen összeköti a trafós tevékenységedet a Ludwig Múzeummal, ahol 2011 és 2013 között dolgoztál, és hogyha megtennéd, hogy mesélsz egy kicsit az ő személyén keresztül erről a váltásról is, illetve a két kiállításról. Jona Friedman szintén egy olyan művész, tehát nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy vele még tudtam találkozni. Igazából itt is azok a, tehát hogy a baráti szakmai kapcsolatoknak az, hogy terepe van egy-egy ötletnek, szóval, hogy manapság talán ez hiányzik a leginkább, hogy ötletek vannak, és hiányok is vannak, meg szükségszerűségek is, csak akkoriban még voltak hozzá terepek. Tehát, hogyha volt valakinek egy olyan kezdeményezése, mint akkoriban a Gróf Feri képzőművésznek, a Société Realiste egyik tagjának, akinek egy régi megszállottsága volt a Jona Friedman, hogy ő kezdett el a Somogyi Hajnival együtt ültünk valahol, és a Feri többször említette azt, hogy Jona Friedmant meg kellene keresni. Ugye a Jona Friedman a 80-as években járt utoljára, már akkor sem fiatalon Magyarországon. Ugye a háború után ment el egy nagy Izraelen átvezető ível jutott el aztán Párizsba, és ugye világhíres építész, gondolkodó volt már akkoriban, és tulajdonképpen mi későn szálltunk, vagy mi nagyon későn szálltunk fel erre a vonatra, mert akkor már Jona Friedman mindenütt nagyon elismert alkotónak számított. Mi úgy kaptuk a Hajnival a Jona Friedmant, hogy ő az, aki nem akar Magyarországra már visszajönni. Tehát, hogy akinek olyan mélységes traumái vannak az országgal kapcsolatosan, és annyira elkedvetlenítette őt a háború utáni évtizedeknek az ignoranciája, hogy ne is próbálkozzunk vele. Ez volt a mondás, és aztán hát az is tök szerencse volt, hogy ezt nem vettük készpénznek, mert kiderült, hogy nem csak, hogy nagyon szívesen találkozik magyarokkal, meg jön ide kiállítani, de hogy kifejezetten boldog volt ettől, amikor megkerestük. Szóval, és őt aztán meg szinte azt gondolom, hogy szinte segítség nélkül felvettük a galériásával a kapcsolatot, tehát lefutottuk az összes olyan kör, de nála annyira működött az, hogy mi magyarok vagyunk, és hogy magyarul szólítottunk meg valakit, aki akkor már több évtizede nem beszélt senkivel sem magyarul. És hát ugye a trafós lépték az ahhoz nem volt elegendő, hogy Jona Friedman egy nagyszabású kiállítást csináljunk, ugye ismerjük a trafónak a tereit, tehát ott a trafóban inkább az ő iskolateremtő és ilyen a legszebb értelmében a szónak ilyen tanítói tevékenysége, vagy ilyen inspirációs tevékenysége volt nagyon fontos, tehát hogy ő nagyon sok olyan kiállítást csinált, ahol az, hogy az ő kézjegyeit valami hordozza-e vagy sem, az másodrangú. Tehát, hogy ő egyszerűen módszereket akart átadni, és építészeknek, nem építészeknek egyaránt fontosnak tartotta az, hogy a közösségek részt vegyenek az életterekről és a városokról való gondolkodásba. Úgyhogy amikor megkerestük a Jona Friedmant, akkor nagyon nagy örömmel fogadta el ezt a meghívást, és valóban számomra a trafóból a Ludwig Múzeum felé vezető út Jona Friedman jelentette, mert aztán igazából a Ludwig Múzeumban tudtuk a Hajnival közösen megcsinálni azt a nagy léptékű kiállítást, ami számomra az én rövid Ludwigos pályafutásomnak a legmeghatározóbb elemét jelentette, mert egy olyan
vannak szemtanúk és segítőtársak. Ez ugye egy olyan léptékű ilyen térinstallációt tudtunk megvalósítani azáltal, hogy felépítettünk ott egy francia építéscsapatnak a moderálásával egy ilyen Jona Friedmani utópiát, ami azt hiszem, hogy azóta is a múzeumnak a térszervezésében egy ilyen nagyon különleges példa volt, mert hogy két szint volt így összekapcsolva egy ilyen hatalmas építési állványokból készített várossal, úgy, hogy közben az egész Jona Friedmani életmű is be volt mutatva, és sok ilyen aktivitást, gerjesztő programot is sikerült szervezni, tehát egy nagyon izgalmas kiállítás volt, amiben tulajdonképpen maga az építési folyamat volt a legizgalmasabb, tehát akkor ott önkénteseket toboroztunk, és váltott csapatba vagy 70 ember építette a kiállítást elképesztő lendülettel és lelkesedéssel. Nagyon sok minden eszembe jutott először is, csak azért néztem meg a telefonomat, mert nem svájci, hanem francia a Jona Friedman, szóval miatt elnézést. Másfelől, hogy egyetemista voltam, és emlékszem, hogy mekkora hatással volt rám, amikor beléptem ott a Ludwigba, és hogy wow, ilyet is lehet. Szóval, hogy és azóta sem vagyok biztos, hogy láttam hasonlót Magyarországon léptékeiben, meg az úgy valami teljesen újszerűnek hatott, meg nagyon izgalmasnak, de hát akkor még fiatalabb is voltam, és lehet, hogy ez is közrejátszott, de elképesztő élmény volt, és még az jutott eszembe, hogy vicces, amikor így mondtad, hogy mekkora dolog volt így utólag is, meg már akkor is a Zsmijeckinek például a megkeresése, és hogy ehhez a Ludwigos időszakhoz tartozik, hogy számomra meg a Gróf Feri volt egy ilyen figura, hogy emlékszem a Society Realist kiállításra, és hogy az ilyen tök nagy hatással volt rám, és utána így a szaktársaimmal beszélgettünk, és emlékszem, hogy milyen bátor voltam, hogy utána oda mertem menni a Ferihez kérdezni valamit, és akkor utána egy évvel később meg meghívtuk már egy-két évvel később egy Teleport galériás projektbe, és akkor az elmúlt 10 évben is sokszor volt lehetőségünk együttműködni, és akkor ez nekem nagyon nagy dolog volt, szóval nagyon tudok kapcsolódni ehhez, amit mondtál a Zsmijeszki kapcsán, meg a Stilinovics kapcsán, és azt a két évet hogy értékel Damából nézve azt a Ludwigos időszakot? Hát én nekem ez egy nagyon komoly szakmai tapasztalatot is jelentett, mert ugye először dolgoztam egy olyan léptékű intézménybe, ahol azt gondolom, hogy akkoriban úgy mindent lehetett. Tehát akkor rendelkezésre állt a szakmai támogatás, rendelkezésre állt az a szabadság, hogy meghatározzuk a saját programunkat, és ugye senkivel nem kell egyeztetni, csak a szakmával. Ezek most már ilyen utopikusnak hangzó dolgok voltak, tehát hogy nyilatkozhattunk a sajtónak, tehát hogy mi magunk határoztuk meg azt, hogy milyen programot állítunk össze, és nagyon sűrű időszak volt, hát ugye a Jona Friedman kiállítás mellett dolgoztam egy Mapplethorpe életmű kiállításon, illetve csináltunk akkor a Ludwig gyűjtemény, a nemzetközi Ludwig gyűjteményekre alapozva egy fotorealizmusból elinduló, és aztán gyakorlatilag a szocializmus évei alatti realista festészet Kelet- és Nyugat-Európában kiállítást, ami egy nagyon érdekes dolog volt mert nekem viszonylag, kevés tudásom volt a kortárs festészetről, nekem az nem volt a terepem, itt pedig egy ilyen múzeumi feladat kapcsán kellett fölvenni a régen elejtett festészet szálat, de tulajdonképpen ezért is nagyon hálás vagyok a múzeumnak, mert hogy tök jól jöttünk ki egy kötelező feladatból, és aztán lett egy ilyen erősen antropológiai szemléletű kiállítás, amiben azt gondolom, hogy tudtuk újat mutatni a régió
van elsősorban, tehát hogy ellépve attól, hogy mi a Ludwig gyűjteményekben adott, azokat ki tudtuk egészíteni nagyon sok közel-kelet-európai kortárs alkotónak a munkájával. Ez valószínűleg én nekem nem lett volna kurátori választásom, a Bencsik Barnabás döntött helyettem, és tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokat tanultam. Mint ahogy a Mapplethorpe is egy olyan fantasztikus tapasztalatot jelentett, egyrészt az, hogy ugye az amerikai alapítvánnyal együttműködésben egy olyan szigorú keretrendszerben dolgozni, amilyet én akkor még el nem tudtam képzelni, hogy minden egyes döntést, lépést egyeztetni kell, és nem azért, mert hogy szakmai kontrollt jelentett volna az alapítvány, hanem hogy olyan típusú érzékeny felvételek vannak a gyűjteményben, amiket ugye egyre szűkült az a tér, ahol be lehetett mutatni. Nem csak azért, mert hogy a Mapplethorpe-nak az ismert és felvállalt homoszexualitása volt az egyik fontos dolog, hanem a testről egy olyan szabad gondolkodás fogalmazódott meg a képeken, ami azóta ugye nem kap teret gyakorlatilag állami intézményekbe. Illetve hát voltak azok a nehéz pontjai az életműnek, amik meg nagyon próbára tették igazából kurátort, intézményt, közönséget, ezek pedig a gyerekportrék voltak, amik az életműnek a legvitatottabb elemei, és aminek a kiállítását a mai napig egy komoly ügyvédcsapat kíséri, mert annyira vékony ég. És ezt mind, tehát ezt a dolognak a szabadságát és a kötöttségét egyszerre megtapasztalni, az is egy fantasztikus dolog volt. És hát akkor még lehetett ilyen kiállítást csinálni a Ludwig Múzeumban, és nem volt se kordon, se hova nézzek. Szóval, hogy azok fantasztikus idők voltak. Én úgy értékelem a Ludwig Múzeumot, hogy nagyon sajnálom, hogy az a fajta szabadság az nem adatott meg utána már sokáig a közönségnek, meg a kollégáknak. Ja, nagyon izgalmas, hogy ezek a projektek, amiket említettél, ezeken keresztül tökéletesen le lehet vezetni azt, hogy mennyire eltérő kurátori pozíciók vannak, szóval, hogy mennyire sok mindent tud csinálni a kurátor, és hogy mennyire más helyzet az, amikor mondjuk egy Mapplethorpe alapítványnyal dolgozik, vagy mondjuk a Jana Rajkovszkával, vagy egy életművet bemutatni, úgyhogy még él a művész adott esetben, szóval ezek mind nagyon izgalmasak. És akkor utána elérkezünk az OFF-hoz, ami jövőre lesz 10 éves, és egy teljesen megváltozott, leépült intézményrendszeri helyzetben egy adott, nem is tudom, kurátori vagy intézményrendszeri szereplők által adott reakció, ami önmaga is intézményesült, és hogy látod ezt az időszakot, ami a mai napig tart? Hát akkor ugye rengeteg sok elképzelésünk és energiánk és szakmai vágyunk volt mindannyiunknak, és ugye kiszorulván abból az intézményrendszerből, meg nem is csak az intézményrendszerből, de így kvázi a saját világunkból, mert itt nem az volt a baj, hogy bizonyos intézmények elestek, hanem az, hogy gyakorlatilag a közéletben szűnt meg ennek ezeknek a témáknak a képviselete. Ennek csak egy következménye volt, hogy az intézményekben sem lehetett már ezekről beszélni, és hát akkor nyilvánvalóan, hogyha nincs tér ott, ahol addig megszoktuk, akkor meg kellett találni ezeket a tereket máshol. És ami az OFF-nak a legmeghatározóbb egyik munkamódszere, az, hogy próbáltuk azt a fajta közösségi, együtt gondolkodós szakmaiságot, azt egyszerűen annak megtalálni azokat az útjait, amik szintén a közönséghez jutnak, csak nem a nagy intézményeken, vagy nem az intézményeken keresztül. És egy olyan nagyon, hogy mondjam, sérülékeny pénzügyi struktúrában, ami gyakorlatilag végtelenül kiszolgáltatta egyrészt a kezdeményezést magát annak, hogy
hogy mennyire lesz ez teherbíró, amit mi elképzeltünk, mert ugye ott támogatás nélkül ilyen, tehát minden egyes off kiadásnak más a finanszírozottsága, más a struktúrája is, és gyakorlatilag újra és újra épül minden egyes kiadáskor. Pénzügyileg is, és a szakmaiságát, vagy a felépítettségét tekintve is, alkalmazkodva ahhoz, ami az éppen adott viszonyrendszer. Úgyhogy számunkra ez egyébként egy csodálatos visszaigazolása volt annak, hogy létezik az a közeg, amit mi sajátunknak tekintünk, ez egy széles és egyre bővülő közeg, és hogy abszolút nem csak a képzőművészetről szól, hanem nagyon sok civil csoporttal tudtunk együtt dolgozni, a témák jellegéből adódóan gyakorlatilag bizonyos fajta tudások náluk vannak, és hát a mai napig tanuljuk azt, hogy milyen egy ilyen paraintézményt csinálni úgy, hogy közben egyre fogy a levegő, és egyre hosszabb távon kell ilyen alternatív túlélési stratégiákat magunkévá tudnunk. Szóval most ugye a következő lesz ugye az 5. off, mert mi a dokumentát is egy olyan kiadásnak számoljuk, ami ugye nem itthon valósult meg, de megvalósult, és egy nagyon gazdag és nagyon fontos tartalmakat szolgáltató kiadás volt. És ugye közben sokat változott egyébként a csapat is, a támogatók is részben változtak, az a fajta elköteleződés nem változott, hogy azt gondoljuk, hogy vannak bizonyos témák, amelyek a művészet eszközeivel még komplexebben tudnak megmutatkozni, mint ahogy a hétköznapi életvilágunkban megtapasztaljuk. Ez egy nehéz kérdés, de melyik volt az az off, amelyikkel leginkább tudtál rezonálni, ami valamiért a leginkább megfogott, vagy ami a kedvenced volt, ha lehet ilyet hát kérdezni. Tulajdonképpen az első az mindenkinek a kedvence volt, mert először csináltunk egy álomból valami megvalósult projektet. Tehát ugye az azért volt kedvenc, mert egy teljesen elképesztő helyzetből tudtunk egy nagyon nagy szabású és szuper és nagyon-nagyon-nagyon sok szereplős programot megvalósítani. De tulajdonképpen az én kedvencem a második volt, a Gaudiopolis, és azért, mert rendkívül jól működött ez a Gaudiopolis, mint metafora. Tehát a gyerekköztársaság és a saját szabályok szerint alkotott, és a játékra, meg az összetartozásra, meg az egymásnak vált-vált-vetve túlélésre adott válasz. Ez a Székely Katinak a soha el nem évülő érdeme, hogy ő találta meg a Sztélo Gábor féle Gaudiopoliszt, mint egy ilyen leitmotívját a Biennálénak. És azt gondolom, hogy annyiféle különböző tapasztalatot hozott nekünk a Gaudiopolis, hogy számomra ez a legmeghatározóbb. És egy utolsó kérdés az offhoz, aztán térjünk rá a Budapest Galériájára. Azért ne hagyjuk szó nélkül azt, hogy olyan voltatok a dokumentán, ami azért egy óriási dolog, és talán a magyar kort és művészeti közegnek az egyik legnagyobb nemzetközi teljesítménye az elmúlt sok-sok évből, és hogy milyen érzés volt. Azt hiszem, hogy minden kurátornak egy kicsit elma az, hogy a dokumenten csináljon valamit, és milyen érzés volt ezt megélni, még úgy is, hogy ez egy nagyon sok szempontból különleges, aztán más nagyon sok politikai szempontból vitatott dokumenta is volt, illetve a Covid által a Covid alapjaiban cincelte szét a közösségi mi voltját, amire épült az egész, és ami miatt teljesen más volt, mint az azt megelőzőek. Hát igen, szokták azt mondani, hogy ez volt az utolsó dokumenta, és hogy ennek voltunk a résztvevői. Hát az, hogy ez után már
az ezt megelőző érvek, vagy hogy mondjam, szakmai szempontok azok nem fognak, tehát azokat nem lehet következmények nélkül folytatni, az egészen biztos. Tehát, hogy a Ruhan Gruppa féle működési mód és a művészetnek egy olyan radikálisan más típusú nézete kapott itt terepet, ami után nem tud újra visszatérni a Dokumenta az addigi medrébe, mert hogy tulajdonképpen a művészet szerepének, hasznának, társadalmi jelenlétének, közösségi mi voltának egy olyan, tehát, hogy úgy mondjam, csak az európai vagy észak-amerikai szemmel radikális újraértelmezése történt, ami azt gondoljuk, hogy talán nem hagyja érintetlenül az intézményrendszert sem. Tehát, hogy ilyen szempontból mi akkor tudtuk, hogy ez valamilyen szempontból egy nagyon különleges és egy új tapasztalat, amiben mi részt veszünk. Ugye nem, tehát mi felkért együttműködő partnerei voltunk a Ruhan Gruppának, tehát azzal a szabadsággal, hogy gyakorlatilag mi hoztuk azokat a projekteket, amiket mi fontosnak tartottuk, és ott nem kellett további kurátori egyeztetéseket végezni a közösséggel. Hát amint említetted, a Covid az elég erősen befolyásolta azt, hogy tulajdonképpen az a közösségi, együtt gondolkodós, egymás jelenlétében fejlődő attitűd az nem tudott olyan mértékben kifejlődni, hát gyakorlatilag kiszögdöstünk Kasselba, amikor már lehetett. És pont, szóval ez egy nagyon furcsa csavar az élettől, hogy ugye több száz ember lett volna egy nagy közösségként ott jelen, ehhez képest ugye ma egy csapatból maximum hárman, maszkban, tehát hogy a lehető legeltávolítóbb keretek között, éppen azért, hogy akikkel viszont akkor sikerült összebarátkozni, azokkal nagyon jól összebarátkoztunk, mert ott ugye ők fantasztikus energiákat hordozott az a pár ember, aki végül kijutott Kasselba. Ez egy nehezített terep volt, azt mi is tudtuk. Nyilván az se véletlen, hogy az Off erre kapott meghívást, és nem egy ilyen klasszikus, inkább a kereskedelmi elvárásrendszer által formált Dokumenta kiadásba, vagy egy másfajta szakmaiságba. Az nagyon jó volt, hogy nagyon sok olyan csapattal dolgozhattunk együtt, akik még nálunk is inkább keresők voltak, tehát akik ebben a nagyon adaptív létmódban élnek, hogy tulajdonképpen folyamatosan újra gondolják a saját tevékenységüket ahhoz a világhoz képest, amiben élnek. Úgyhogy ez egy nagyon fluid és nagyon gazdag csapat volt, akikkel nyilván lehetett volna sokkal szorosabban együttműködni, ha éppen nem. Tehát igen, az egyik oldalon a Covid volt, ami ezt veszélyeztette, a másik oldalon pedig az a politikai krízis helyzet, amiben a Dokumentát belekényszerítették, és az a gyakorlatilag egy idő után ilyen defenzívába szoruló kommunikáció, ami tulajdonképpen nem az ügyekről kezdte el beszéltetni a résztvevőket, hanem különböző vélt vagy valós vádakkal szembeni magyarázkodásra. Szóval ez egy nagyon, ez nagyon megnehezítette az ott létet, az, hogy tudjunk azokról a fontos dolgokról beszélni, amiket mi vittünk oda. Bocsánat, csak egy gyors zárójel, hogy bizonyos művek esetében felmerült az antiszemitizmus vágya, és ennek kapcsán volt egy nagyon agresszív diskurzus világszerte lényegében, és erről beszélünk. Aminek a hullámai a mai napig érezhetőek, a német művészeti finanszírozásban legkiváltképpen, de máshol is, és tulajdonképpen ez olyan mértékben dominálta a Dokumentáról szóló beszédet, hogy nagyon kevés más jellegű tartalom tudott akkor már
nyilvánosságra kerülni. De tulajdonképpen az is nagyon tanulságos volt, hogy egy ilyen vihar helyzetben ott lenni, és tulajdonképpen az, hogy valami egészen más történt, mint amire számítottunk, meg készültünk, ez abszolút, hogy mondjam, ez nagyon életszerű. És manapság meg még annyira inkább életszerű, amikor minden máshogy történik, mint ahogy számítottunk rá, és soha nem a békés megoldások felé mennek az utak. Szóval tulajdonképpen valahol a dokumenta egy utolsó dokumenta volt, meg egy első valami más. Számunkra mindenképpen inkább ez volt a meghatározó, hogy ez egy egész. Mi nagyon komoly megerősítést kaptunk arra vonatkozóan, hogy az a működésmód, amit mi elképzelünk,